Magyar Szabadságharcos Rádió utolsó felhívását intézi a szabad világhoz. Világ népei! Az ezer éves Magyarország őrtornyain kezdenek kihunyni az utolsó lángok. A szovjet hadsereg megpróbál szétzúzni bennünket. Páncélosaik és ágyúik Magyarországon dübörögnek át. Asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! Lehet, hogy most szólal meg utoljára az utolsó szabad magyar rádió. Világ népei! Hallgassatok meg! Segítsetek! Ne tanáccsal, ne szavakkal, hanem tettel! Ne feledjétek, hogy a szovjet barbár támadását nem lehet feltartóztatni. A következő áldozatok ti lesztek! Segítsetek! SOS! Világ népei! Az igazság és szabadság nevében segítsetek! Kihunynak, óráról órára sötétebbek lesznek az árnyak Magyarország felett. Halljátok kiáltásunkat, nyújtsatok testvéri kezet, mentsetek meg, segítség, segítség, SOS, Isten veletek és velünk. Jó estét kívánok! Ez itt a Kérdés című műsorunkat látják, Trombitás Kristóf vagyok. 1956. november 4-én kezdődött a magyar szabadságharc eltiprása szovjet harckocsik árnyékában. Milyen módszerekkel próbálták meg Kádár Jánosék a hatalmukat legitimizálni? Hogyan számoltak le a forradalommal lépésről lépésre? A megtorlások felidézésével emlékezünk meg erről a nemzeti gyásznapról, Wittner Mária 56-os szabadságharcossal, Őrsi László történéssel, valamint Zinner Tibor történésszel. És ha már 1956, vágunk is rögtön a közepébe, az 56-os eseményektől tulajdonképpen elvonatkoztathatatlan a sortüzeknek a megléte, a sortüzeknek a megtörténte. De talán kezdjük azzal, hogy a sortüzeket hogyan lehetne definiálni? A történész szakma megállapítása szerint mit nevezhetünk sortüzeknek? Mi az, ami megfelel mondjuk egy sortűz elméleti követelményeinek? Hát erre kétféle választ lehet adni. Hadtörténészi oldalról, aki katonai precízséggel megfogalmazza, hogy mi egy sortűz, és meg lehet fogalmazni ezt rendkívül egyszerűen, jogon kívüli eszköz. Volt a jogi eszköz, amit az igazságszolgáltatással, törvényerejű rendeletekkel, törvényekkel, azokra való hivatkozással a jogeszköztárát felhasználva lehetett végigvinni, ez majd december 15-től indul, és volt a jogon kívüli eszköz, ami már október 25-én a parlament előtt elkezdődik. Egy-egy mondatban önök véleménye? Vannak különböző meghatározások, hát azt hiszem, hogy arról van a szó, az a sortűz, abban különbözik a más fegyverhasználattól, hogy fegyvertelen tömeg ellen irányul. Tehát ez ilyen értelemben morálisan a leginkább támadható, hogy fegyvertelen emberekre irányul valami támadás. Úgyhogy ez talán, ha egy mondatban, hogy a Tibor mondta, egy mondatban egy fogalmazni, akkor ezt tudnám hozzátenni, és másrészt pedig azt, ugye, hogy hát ez jogtalan, ugye, ez jogszerűtlen, morálisan ez körülbelül azért ugyanolyan, mint a rossz törvényeknek való lefolyása, mint ami aztán megtorlással ment, úgyhogy ilyen szempontból akár törvénytel, akár törvényes az adott helyzetben immorális mind a kettő végtelenség. Egy mondatban esetleg a mint? Van hozzá véleményem. Kiterelte oda őket. Én ezen nagyon sokat elgondolkodtam. Ugyanis október 23-án az emberek Nagy Imrét akarták hallgatni. Kimentek a Kossuth térre. De miért akarták volna, és miért október 25-én, amikor már a nagy harcok voltak. Úgyhogy itt már csak felvetődik a gondolat, hogy kiterelte oda őket ezen a címen. És erre vannak sejtéseim, hát amikor Tatán voltam, a
a stációt megjártuk, és utána volt egy beszélgetés, egy kis fogadás, és oda jött hozzám egy ember, és mondta, hogy az édesapja a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott. És azt mondták 24-én, hogy 25-én nem kell bemenni dolgozni. Miért? Most pedig felvetődik a kérdés. Mindenesetre, ami a Sortizeket életi, nézzünk meg egy jelenetet Matusz Gábor filmjéből, ami jól illusztrálja az akkori eseményeket, aztán pedig visszatérünk még a kérdéshez. Általában azért a rendszerek megpróbálják valamilyen módon legitimizálni azt, hogy esetleg megtorlásokba kezdenek azokkal szemben, akik a rendszer ellen felkelnek. Azért a sortűz esetében világos, hogy még csak a legitimizálásnak a lehetősége sem merülhet föl. Mi lehet a motiváció? Mi lehetett a mögött a motiváció, hogy azonnal ilyen durván és ilyen direkt módon szálljanak szembe a tüntetőkkel? Kétféle dolog volt. Volt, ami egy spontán, és volt, ami egy közvetlen célt is szolgált. Tehát a Solgó-Tarjáni sortűznél például. Ott egyértelmű volt, hogy a munkástanácsok felszámolásához, tönkretételéhez, a velük kapcsolatos joganyag megjelentetéséhez volt szükséges valami fajta háttér tevékenységre, amire hivatkozni lehet. De ott, amikor például Egerben az emberek kimennek a piacra, és közéjük lőnek. Hát a piac a legtermészetesebb társadalmi együttléti forma 1000 év óta, 2000 év óta, ahol édesanyák és gyerekeik csak azért mennek, hogy a betévő falatot hazavigyék. Itt a hatalom erőszakszervi megjelenítése, a megfélemlítés, a gondolkodásnak, az eltörlése, a csírájának a tönkretétele. Ha már ezt említi, hogyan lehetne kicsit jobban konkretizálni a sortüzeket mondjuk a kialakulásuk szempontjából, amit az előbb is említett, a konkrétan semmilyen fajta tüntetés nem előzi meg, illetve azokat, amiknél a hatalom mondjuk felhasználhatta a saját maga igazolására, hogy mondjuk különféle közösségi dolgok megelőzték az adott sortüzet. Én azt hiszem, hogy a hatalom erőszakszervi jellegéből fakad, ki akarja fejezni mindazokat a jeleket, hogy most ővé, ahogy tetszik, a kezében van a dákó. Itt ő határoz meg mindent, élet és halál ura, és ha még egyszer kijöttök az utcára, hogy bármit mertek csinálni, akár spontán, akár szervezetten, akkor körülbelül ez a jövő vár rátok. Tehát egy megfélemlítési, megtorlási eszköz, amelyik nem ismer példát, amol más szervek még nincsenek, nincs jogeszköztára, szét van verve a titkosszolgálat, nincs igazságszolgáltatás, nincs ügyészség,
akkor a fegyveres erő az, adott esetben pufajkások, karhatalmisták, akik ezt a feladatot végrehajtják, könyörtelenül. Ezekben a sortüzekben bármelyikben is megfigyelhető volt, mondjuk a sortüzeknek az a dinamikája, hogy először mondjuk egy figyelmeztető lövés elhangzik, utána mondjuk lábelélövés történik, majd csak a harmadik az, ami kifejezetten az emberek ellen irányul, vagy teljes mértékben ezt elfeledhettük? Úgy tudom, hogy nem voltak bocsánat, úgy tudom, egyik sortűz esetében sem voltak figyelmeztető lövések, de visszatérve még az előbbiekre, az a különbség is megvolt, hogy a októberi sortüzeknél a hatalom attól tartott sok esetben, hogy valamilyen bázist, vagy valamilyen objektumot támadnak meg esetleg az úgymond ellenforradalmárok, míg a novemberi sortüzek esetén az arról volt szó, hogy megerősödött addigra már a kádárista hatalom, hogy befejezze a tárgyalást, és az összes ilyen tömeg megmozdulásnak egyszer mindenkorra erdélyét vegye, ott teljes mértékben megfélemlítés volt. Tehát ez utóbbi már inkább a bosszúnak volt az eszköze. Bosszúnak és a leszámolásnak is annak, hogy most már akkor tényleg befejeződjön minden alulról kezdeményezett megmozdulás. Tehát ez volt akkor a lényeg. Ezt a különbséget tartom még azért fontosnak. Azért különbség van a salgótarjáni sortűz és a kossuth-téri sortűz között. Ugyanis a kossuth-téri sortűznél felkészültek előtte való éjszaka, és elhelyezték a fegyvereket, és mi több, a parlamentből is lőttek. Nagy tévedés azt mondani, hogy csak a Földművelésügyi Minisztérium, a parlamentbe is lőttek, hiszen ott van egy ismerősöm, akinél voltunk kint, és fel lett véve az egész anyag, ő akkor a parlamentbe, a gépkocsizóknak, illetve a sofőröknek volt a parancsnoka, és ő bent volt végig a parlamentbe, és azt mondja, hogy a folyosón tele volt töltényekkel, kilőtt töltényüvelyekkel, tehát a parlamentből is lőttek, az nem igaz, hogy onnan nem lőttek, ez az egyik, ott valaki oda terelte az embereket a sortüzek elé. A másik, a salgótarjáni szintén oda terelték a Sittáról feljövő bányászokat. Sürgették, hogy iparkodjanak, megfürödni, mert vár a busz, és viszik. És az egyik, aki két műszakot, én tőle hallottam, két műszakba dolgozott, és két műszak után már nem akart menni sehova se, és elbújt. És amikor kiürült a gyár, akkor szépen átugrott a kerítésen és hazament. A busszal pedig oda vitték a sortüzekre a bányászokat, akik a Siktáról feljöttek. Tehát, és nagyon érdekes, hogy ez pontosan egy történelem órán, egy fiú oda jött hozzám a végén, és kérdettem tőle, hogy valamit kérdezni szeretnél? És azt mondja, hogy nem, de igazam volt, amikor erről beszéltem, mert az ő családjába is úgy halt meg a nagybátyja, hogy bizony kivitték a sortüzek közbusszal. Különösen, hogyha megjegyezzük azt, hogy a rendszerváltást követően azért nem nagyon történtek ezekben az ügyekben felelősségre vonások. Ma azért történészi szemmel nagyjából a felelősök kiléte megállapítható? Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag fővonalait illetően tudjuk, vannak ügyek, amelyek nem zárhatók le. Történés soha nem mondja azt, hogy mindig mindent tudunk. De nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy a sortüzeknek a kérdésében akár az ügyészségen kezdetben folyt tényfeltárások, később amelyek büntető ügyekké lettek téved, aztán különböző fórumokon különböző ítéletek születtek. Ezekből és a történészi kutatásokból azért fővonalait illetően egyfelől tudjuk azt, hogy hol voltak. Nagyjából már el tudjuk mondani azt, hogy körülbelül az áldozatok száma hány főre prognosztizálható, mennyien voltak azok, akik életüket vesztették, és nagyjából tudjuk azt is, hogy kik voltak az elkövetők.
Bocsánat, kezdet nézőinknek mutatjuk, hogy nagyjából a teljesség igénye nélkül milyen és hol történtek ezek a sortüzek, amikről beszél, bocsánat. Tehát én úgy gondolom, hogy ma már el tudjuk mondani azt, hogy ez a jogon kívüli eszköz, ami végül a csepeli sortűzzel ér véget januárban, azért nagyjából feltártnak tekinthető. Más kérdés, hogy ez az igazságtétel folyamatában mennyire vált a közvélemény által elfogadott ítélettekkel befejezve, vagy sem, de hát mindig tudjuk azt, hogy a jog gyakorlata, az ítéletek jogerőssé válása és a közvélemény értékítélete között nem biztos, hogy szinkronnak kellene. Becslések szerint egyébként nagyjából hány ember vesztette életét? Nem tudjuk ezt pontosan, tehát össze kellene adni, mert például a kokáért mondjuk Saggó Tarján esetében nagyon sok olyan ember volt, aki sérülés szenvedett, de hazament a saját falujába, és ott halt meg, tehát nem a Salgótarjáni kórházban. Nem biztos, hogy azt írták be a halotti leletnél, hogy lőtsebb kapcsán, hanem azt írták be, hogy tüdőgyulladással. Tehát az, hogy valójában egy anyakönyvben mi került bele, az abszolút nem, ugyanúgy nem biztos, mint az 1956 előtt, egyéb okokból anyakönyvezett halálozási esetekben. Tehát pontosan ezt, hogy ez most darabra, személyre, hogy az 1312 ember, nem tudjuk, mert nagyon sok esetben ugyanúgy vagyunk, mint a gulágosok esetében, akik pár évvel ezelőtt volt olyan bácsival találkozásom, Sárándól, aki azt mondta, ne haragudjon, én megígértem, hogy nem beszélek róla, nem vagyok hajlandó. Nagyon sokan így vannak, még 56-tal kapcsolatban is. Tehát nem mond el mindenki mindent, lehet, hogy leír, előbb-utóbb elő fog kerülni, de még soha nem mondhatjuk azt, és most sem mondhatjuk, hogy pontosan tudjuk, hogy XY és még társai. Az és társait nem tudjuk. Élnek még főfelelősök egyébként? Azonosíthatóan? Tehát akik valóban ténylegesen nem csak mondjuk egy fegyver mögött álltak, hanem utasításokat adtak ennek elvégzésére? Többé kevésbé persze azonosíthatóak. Hát persze a felelősséggel sokszor nem lehet pontosan megállapítani, azért mégiscsak, hogy kinek milyen, hány százalékos része volna ebben a bűncselekményben. Visszatérve egy pillanat erejéig, hát én azért abban egy pillanat picit vilatkoznék Tiborra, hogy szerintem azért ezek a, legalábbis nagyjából ezek a anyakönyvi kivonatok, amelyeket ismerjük, ami meg a statisztika hivatal is még kihozott, meg ami azóta is a feltárás, vagy azóta a rendfeltárás óta, nem azt mondom, hogy nincsen tévedés, de nagyjából például a Salgó Tarjáni sort 46-ot hoztak ki, hát lehet, hogy egyel kettővel több vagy kevesebb. 131 halott volt. A Salgótarjáni sortűznél. Hát a szakma szerint 46 popoz, volt. Poposznak megvolt az anyaga. Hát a szakma mostan, én nem kudott, ezt a témát külön nem kudottam, de 46 halott, mostani, 150 sebesült. A sebesült, pontosan az, hogy 150 körültom a sebesültet, és a szakmai mostani közlekedés szerint 46 halálos áldozata volt a Salgótarján sortűznek. Hát, na most itt egy... Meg kell majd esetleg nézni, amiféle... Véves szám ez az 50 is, amit mond, ebben egy van, ami kulcskérdés. A szakmán belül hol biztos, hogy ebben soha nem lesz egyetértés? Egyfelől van a legendáriumoknak a világa, amelyik mindig sokkal nagyobb információs bázissal, adathalmazzal dolgozik, mint amit egy történész fel tud tárni, és pontosan el tud jutni, amikor azt tudja, hogy ő biztos, hogy ott halt meg. Tehát ez egy örök probléma lesz. Ez a 131 és 46 közötti különbség is pontosan ebben a történetben közelíthető meg. Hozzá kell tennem, voltak, akik ennél sokkal többről beszéltek. Tehát itt politikusok, vezető személyek, akik interjúkat adtak külföldieknek, nagyságrenddel eltérő adatokról beszéltek. Tehát ez soha nem lesz, hogy mondjam, konszenzus, ha úgy tetszik, az olajfelhegyén. Mindig lesznek azért apró eltérések mindenféleképpen. Ami a megtalálásokat illeti, és a következő, legalábbis a rendszer saját önnek határozása szerint egyel jogszerűbb megoldásaira áttérjünk, a koncepciós perek. Ön nyilatkozta egy ízben, és ez egy érdekes gondolat, ezért kérdezném elsőre önt, hogy a Rákosi és a Kádár érának a koncepciós pereiben felfedezhető egy fontos különbség, ami lényegében abban ragadható meg, hogy amíg a Rákosi érában alapvetően fantazmagóriákat tettek be a vádba, amiknek semmifajta köszönő viszonyuk sem volt a valósággal, addig a korai Kádár rendszerben a megtorlásnak az alapját
legalábbis valamelyest valódinak beállítható tények adták, amiket persze a rendszer a saját kénye kedve szerint próbált a saját meggyőződése szerint felhasználni, elferdíteni, sötétíteni. Tudna erre mondani egy-két példát? Ezt elősítelik erre. Az első része az állításnak az teljesen így van, tehát például a legismertebb Rajpernek egy mondata sem áll a helyén úgy, ahogy kéne, már igazság szempontjából. Míg az 56-os megtorló pereknél az a tapasztalatom, nagyon sok anyagot átnézve, hogy azok többségében, ha éppen a politikai érdekek nem ütköztek, vannak ilyenek is, tudnék példát elmondani, de alapvetően a tény feltárására törekedtek a bíróságok. Az egy másik kérdés, hogy a történet szemléletük volt ilyen értelemben hamis, vagy koncepciós, mert ugye azok a paragrafusok, amelyekkel büntették a vádakat, azt lehet nevezni koncepciósnak, vagy abszurdoknak is akár, de maga a tényállások többségében, nagy részben szerintem megfeleltek az igazságnak. Erre egy reflexió? Hát azért volt koncepció. Különben meg én az idén kaptam nagy pénteken egy telefont, hogy felolvastak egy levelet, egy 58-as ügyészi feljegyzést. 58. július 25-én. És nagyon érdekes a dolog, de a lényeg az, hogy lejött az, hogy rájött az ügyész, akit oda küldtek, cseréltek ügyészt, tehát nem az vitte, aki végigvitte a pert, hanem egy új ügyészt neveztek ki, és rájött arra, hogy törvénytelenül ítéltek halálra. És ezért az én ügyembe intézkedett, illetve hát enyhítésért. És soha nem tudtam, hogy miért én maradtam csak életbe. De koncepció volt. A Tóth Ilona esetében egyértelmű koncepció. Megfélemlítés volt. Egy ember helyett, aki nem is halt meg, 4 embert végeztek ki. Azért, mert példát kellett statuálni az egyetemisták felé is. Örülök, hogy szóba került Tóth Ilona. Egy mondatban akkor gyorsan, és aztán rátérünk. Mondja nyugodtan. Örülök, hogy szóba került Tóth Ilona, ugyanis a koncepciós pereknek van egy emblematikus figurája, akinek ügye egészen a 90-es évek végéig nem nyert megnyugtató lezárást. Kisfilmünk után Tóth Ilonáról beszélgetünk. 1957. június 28-án végezték ki Tóth Ilona medikust. A vád ellene szervezkedés és gyilkosság volt. Egy Kollár István nevű személy megölésével gyanúsították. Az ítélet szerint a rakodómunkásnak azért kellett meghalnia, mert Tóth Ilona és két társa AVH-snak nézte. Tóth Ilona 1956. október 23-án részt vett az egyetemisták által szervezett tüntetésen. Október 25-e után a Péterfi Sándor utcai kórházban dolgozott önkéntesként. November 4-ét követően bekapcsolódott az illegális ellenállásba, és az Obersovszki Gyula által szerkesztett Élünk című újság elkészítésében segítkezett, valamint röplapokat terjesztett. November 19-én tartóztatták le, annak ellenére, hogy 2001-ben a fővárosi bírósága a Tóth Ilona elleni eljárás semmisnek nyilvánította, vannak, akik ártatlanságát kétségbe vonják. Nos, itt azt hiszem lesz miről beszélnünk, eléggé eltérnek itt a vélemények vendégeink között. Kezdjük önnel. Tehát az ön megállapítása szerint ugye azt mondhatjuk el, hogy azok a vádpontok, amik fölmerültek mondjuk Tóth Ilona és társai ügyében, azok lényegét tekintve megállják a valóságban a helyüket. Igen. Nem igaz. Mire alapozza egyébként? Tehát, hogy kicsit belemenjünk. Menjünk bele ebbe, igen. Tehát erőteljes ami ugye ezt egyértelműen alátámasztja, de most ha azt mondjuk erre, hogy ezek a peranyagok, ezek utólag lettek valamiképpen megkonstruálva, akkor itt vannak a túlélők, és ebben a, nem tudok még egy 56-os ügyet, ahol ennyi szemtanú, pertárs, vagy ügyvéd, akik ott voltak a tárgyaláson, azok ne egy irányban emlékeztek volna vissza erre. Itt van például az a fiú, aki 17 éves fiú volt, akit odaadtak az esemény az emberölés előtt elé, emberölés történt, akkor az ajtó elé álltak őrként, Molnár József, jelen pillanatban is, most is, ugyanezt a
ugyanazt mondja, amit akkor mondott, tehát, hogy ez az esemény, ahogy ezt most itt hallottuk, ez meg, ahogy a hivatalos állítás is szólt, ez megtörtént. Most is ezt mondja, de ő nem valamiféle elvadult liberális, hanem abszolút jobboldali gondolkodó, tehát nem arról van szó, hogy megfertőzték valamiféle szocliberek, ez egyik. Akkor itt van mondjuk Gál József, aki az ügyben ugye egy elég fontos tanú volt szintén, mert ugye még akkor az emberülés hajnalán Tóth Ilona is, meg Gyöngyösi Miklós is elmondták, mindeket elmondták neki, hogy egyet megöltek egy embert. És ezt... Ha itt tartunk, bocsánat, és Kollár Miklós holttestével, Kollár István holttestével, mi a helyzet a későbbiekben? Hát az ott vannak arra, és megvannak, erre is megvannak a legjobb források, és pillanat tovább él, most is élő Molnár József, az teljesen nem mond semmivel sem más, hogy az ő írta alá, hogy ők vitték le négyen, ők temették el a beton alá, őt földelték el éjszaka, ez utána a tragikus cselekmény után, és ott meg van a képe, van a rendőrségi törzskönyve, anyakönyv kivonata, van munkahelyi szállítás, valamilyen szállítási osztályon, ahol dolgozott, az is megvan. És bocsánat, nem akarom félbevágni, csak látom, hogy itt nagyon a rossz hallását kifejezi nem a hallottak. Nagyon a Molnár Józsefre nem lenne szabad hagyatkozni, mert a Molnár József az bizony-bizony még utána is, amikor szabad, vagy kikerült a börtönből, bőven tartotta a kapcsolatot az ügyésszel. Ez nem igaz. Egy néger orvos egyszer a tévében azt mondta, körülbelül 10 éve, de soha nem felejtem el. Az a módszer, amit a Tóth Ilona és a társai állítólag elvégeztek azon az emberen, 5 embernek a halálához kellett volna lenni. Viszont a Korbonszani jegyzőkönyv, amit a Buris professzor végignézett, már meghalt, az első filmben benne van a Buris professzor, és benne van a Benedek István professzor. A Benedek István közli, mint ahogy a Jobbágyi Gábor professzor meg is írta, a Néma talpat, hogy a gumibottól nem volt reflexe a Tóth Ilonának a talpába általában. A másik, hogy azon a korbonszani jegyzőkönyvben, ami állítólag a Kollár István rakodómunkás, ezt mondták, hogy rakodómunkás, de nem rakodómunkás volt, ez a Kollár István, ez a korbonszani jegyzőkönyvbe semmi nem volt benne, ami a vádiratban benne volt. Ezt a Buris professzor állapította meg. Szinner úr? Szóval valami éppen nagyon sántít, úgyhogy nem lehet határozottan állítani, sőt, biztos, hogy koncepciós per volt az egész. Példát statuáltak a Tóth Ilonával, egyértelmű. Ez volt az egyetlen olyan 56-os per, ami díszterembe és nyilvános tárgyaláson történt. De csak az első fok, mert a másodfoknál már zárt tárgyalás volt, amikor halálra ítélték. Most én ez annyit tennék hozzá, lévén, hogy a magát az iratanyagot szemben a mellettem ülőkkel én soha nem néztem át. Ez az igazságszolgáltatásnak, ha úgy tetszik, a kezdetektől a legnagyobb problémáját okozta. Azért okozta, mert a legfelsőbb bíróság többszörösen nekifutott törvényességi jóvások és egyéb okokból a Tóth Ilona ügynek, és minden esetben azt mondta, hogy annak idején jogszerű volt az eljárás. Na most, amikor 2000-ben megszületik az úgynevezett Lex Ilona, a Lex Tóth Ilona, tehát a 2000. évi 4. semmiségi törvény, annak nem az a lényege, hogy a Tóth Ilona ügyre vonatkozik, hanem azt mondja, hogy voltak olyan törvénytelen eljárások, ahol a jogszabály volt olyan, amelyik lehetővé tette az eljárásokban az elrettentő ítéletnek a kihirdetését. Tehát nem az egyes ügyről beszél, hanem egy jogi köntösbe burkolja az egészet,
ami önmagában is jelzi, hogy az olajfák hegyén, de az előbb is mondtam, valami nem stimmel. Na most nyilvánvalóan van az M. Kisanyi, van a lánya, a Kisréka, akik az első pillanattól kezdve az utolsó másodpercig átnézték az iratanyagot, egybevetették későbbi perekkel. Van a Lacinak a véleménye, amelyik ettől eltér. Én a magam részéről nem óhajtok ebben nyilvánvalóan bíró lenni, mert mondjuk egyszer mondom, az iratanyagot nem ismerem. Egy azonban kétségtelen tény, hogyha végignézem a megtorlás 26 ezer áldozatának az elítélését, végignézem az iratanyagát, óhatatlanul felmerül a kérdés, miért csináltak kirakat pert belőle? Tehát van valami, ami az egész ügyet egészen másfajta hangsúlyokkal, egészen másfajta kérdésözönnel állítja elénk. Kérdem én, miért kellett az első sorban ott ülni, a Népszabadság korabeli alapján látjuk, Makkárolynak, Örkény Istvánnak és Bacsó Péternek. Mit kerestek az első sorban? Miért voltak ott? Azért mentek el, mert kíváncsiak voltak a tárgyalásra, azért, mert ismerték az Uberszovszkit és a Gálit, vagy azért, mert volt a hatalomnak valami egyéb elképzelése. Tudjuk azt, hogy 49-ben a Rajkügyben a Magdolna utcába elküldik a Karinti Cinit, és elküldenek másokat. Mi volt vele a szándék? Hogyan volt ezzel? Mit akartak csinálni? Tehát nekem őszintén szólva valami, szóval szokták mondani Hamlet után szabadon, valami bűzlik Hunniában ebben az ügyben, egybe biztos vagyok benne, az, hogy az iratanyag tökéletes, ez a leggyanúsabb, tökéletes büntényt se az államvédelem, se az állambiztonság nem tudott produkálni. Mindig kell, volt benne valami szarvasiba, hogy ebben nincs, hogy ez steril, hogy ez tökéletes. Na ez a leggyanúsabb. És ha már emblematikus eseményekről és emblematikus személyekről beszéltünk, akkor mindenféleképpen meg kell említenünk Mansfeld Péternek is az esetét. Azért mondom, hadd mondjam, mert ne jelé sem mondtam, amit szerettem volna mondani, azért hadd mondjam itt végig. De akkor én, csak nagyon röviden. De hát tényleg, szóval itt azért nagyon röviden. Eddig is én beszéltem legrövidebben, hát hogyha most komolyan akarunk foglalkozni a Tóth Ilona ügyel, akkor még azért azt bele kell venni. Egyrészt, hogy hallottuk itt, hogy mondta ezt a Lex Tóth Ilona ügyet, amit Tibor is említett. Hát épp a legfontosabb, hogy ott ugyanazt mondták, amit én mindig is, hogy nem a törvény olyan szerepe van ebben, hogy a forradalom miatt megtörtént cselekedet miatt ugye lehet rehabilitálni Tóth Ilonát, de nem cáfolták egyetlen szóval sem azt, hogy az esemény megtörtént. Ez nagyon fontos, ezt nem mondta be a hipotális. Másrészt még van egy pár nagyon fontos tanú. Egyébként a Buris orvos nem volt ott. A Tóth Ilonák a kedvenc orvosai, Nyírő és egy másik orvos, nem jut eszembe, ők voltak ott, ők hitték. Ők nem mondták, hogy ez nem frankó, és ott van az ő ügyvédje, ő volt az ügyvédje, aki nagyon-nagyon kedvelte Tóth Ilonát, a Kardos János, és ő egy azt a fióknak megírt írásában, amit aztán a református levéltába került, ott sem egy szóval sem tagadja, sőt, elismer, hogy ez az ügy megtörtént. Mondom miért, nagyon tovább, kedves. Tovább kell haladnunk, de nagyon jó a helyzet, ugyanis Mansfeld Péternek a testvérét, Mansfeld Lászlót tudjuk bekapcsolni a stúdióba. Nem tudom, hall-e minket. Jó estét kívánok! Itt vagyok, tiszteletem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat. Tudta követni a műsort, az eddigi történéseket? Hát nézem, igen, és nagyon meg vagyok hatódva, úgyhogy hát szomorú a történet, sokszor hallottam, hát ez van, Máriát látom, ismerősöket és a történeteket, úgyhogy szomorú az egész úgy, ahogy van az egyezésben, nem tudom, mi a kérdésük. Mielőtt a testvéréről beszélnénk, hogyha már úgyis Tóth Ilona ügye szóba került, és itt egy kis perpatvar, akkor ha követte az eseményeket, akkor erről esetleg a véleményét nagyon szívesen meghallgatnánk. Természetesen. Tehát ami Tóth Ilonát illeti, és az ő koncepciós elítélését, a koncepciós perét, hogy ez mennyiben tekinthető mondjuk Őrsi László véleményével összevethetőnek, vagy pedig mennyiben tekinthető teljességgel egy konspirációnak? Hát nézzék, azt tudom mondani, hogy a Tóth Ilona egy tragédia. Ugyanolyan tragédia, mint amilyen a magyar történelem, Magyarország, a családunk és a Péter és a mi tragédiánk. Úgyhogy a Tóth Ilonáról azt tudom mondani, hogy
hát ennél olyosabb mondott dolgot, mint a Péterrel meg a Tóth Ilonával csináltak. Ennél aljasabb nincs a világon. Nem is tudom, hogy most a tévét, ahogy nézem, a világ minden részéről, hát ilyen hasonló dolgok vannak, de hát szóval ez a mi családunkat érintette, úgyhogy meg vagyok hatódva rettentően. Amíg élek a Pétert, nem tudom elfelejteni, és a Tóth Ilonkát a szívembe zárom, és a Vitter Máriát is. Ami személyesen önöket illeti, illetve a családjukat, hogyan élték meg 56 eseményeit? Hát nézzék, azt tudom mondani, hogy az édesanyám a tárgyalás után, egy zárt tárgyalás volt, ájultan, idegösszeröppanással került ki a Gyorskocsi utcából, a Fő utcából, ott, ahol születtünk, ott, ahol laktunk. A Péter ott halt meg tulajdonképpen. Élete végéig az édesanyám... Mit tudtak akkoriban az eseményekről, tehát amikor történtek? Mennyi információ jutott el önökhöz? Jóformán semmit, mert én kisgyerek voltam, előttem mindent titkoltak, úgyhogy gyakorlatilag a rendszerváltás után tudtam meg jóformán mindent. Akkor kezdtem el a könyvemet írni a Kósa Csabával, és akkor derültek ki olyan dolgok, amik még a mai napig is tulajdonképpen titkosak, de... Akkor, amikor a Petit kihontoltuk, és megláttam a csontjait, akkor dermedtem meg, és akkor merevettem meg jóformán halálra, hogy ez a testvérem. A Kravmánszki Alán és a többiek, akik ott voltak az űrötemetésnél is. Hát szóval hihetetlen, hogy ilyenek történhettek meg ebbe az országba, és még mondok egy érdekes dolgot, hogy még a tragédiába egy érdekes dolog, hogy nem hamvasztották el őket. Annyira biztosak voltak a dolgokban, hogy azt gondolták, hogy ha elhantolják őket, akkor nem is kell elhamvasztani senkit. Köszönöm szépen, hogy fogadta a hívásunkat. Sajnos nagyon kevés az időnk, de őszintén köszönöm, hogy tudtunk önnel beszélni. Jó éjszakát kívánok! Na, azért feltenném a kérdést, hogyha valakinek vénába beadnak benzininjekciót, azzal mi történik? Életben marad? Mert ez volt a harmadik lépés. A negyedik lépés volt az, hogy két injekciós tűvel a szívburokba szúrt. Mindezeken túl egy kicsit akkor lépjön túl, engedjük el mind Mansfeldnek, mind Tóth Ilonának az ügyét, és beszéljünk azokról, akik tulajdonképpen ebbe a legnagyobb bűnt követték el, a vérbírákról, a vérbíráknak a kérdéséről. Minek köszönhető az, hogy ugyanakkor tudjuk, hogy sokan megtagadták, hogy mindebben részt vegyenek, de jó páran azért kiszolgálták ebben is a rendszert. Minek köszönhető ez? Ráadásul azért olyan bírókról és ügyészekről is beszélünk, mert zárójelben megegyezhetjük, hogy sokan voltak, akik csak egy egyéves akadémiát végeztek el, és túl sokat justíciával nem éppen töltődhettek fel, de megbecsült még a Horthy rendszerben is munkájukat jól ellátó jogászok zokszó nélkül kiszolgálták ezt a rendszert, és ezt a borzalmat, förtelmet. Hogy történhetett ez meg? Na most itt egyetlen egy dolog van. Évtizedek óta Magyarországon mindig a tanácsvezető bírókról, és az ügyben eljáró ügyészekről, és az ügyészek vádbeszédéről, hogy ki mit kért, szoktunk beszélni. Egyetlen egyről nem beszéltünk, és az az anyag, amit most a Nemzeti Emlékezet Bizottsággal feltártunk, azoknak az ülnököknek a szerepe, akik ezekben az ügyekben részt vettek, ezerszer fontosabb. Ugyanis bármilyen furcsa, a tanácsvezető az ítéletet hirdette ki. Az ítéletet, hogy ki mit kapjon, arról először az ülnök szavazott. És ha két ülnök volt mondjuk az elsőfokú eljárásban, és kettőn úrra ők már ezt szavazták, akkor a tanácsvezető miért mondta volna azt, hogy 2-1, akkor is ez született. Ment fel az ügy másodfokra. Másodfokon, ahol 5-en voltak, ott 4-en szavaztak először, utána jött a tanácsvezető. Egy pillanatig sem akarom a tanácsvezetőket védeni. Se a Morbé Jánosnak, aki elsőfokon 62-t, másodfokon 62 embert, elsőfokú eljárásban 3 embert küldött a túlvilágra, vagy bárkit mondhatnék, Ledényit a katonák közül, vagy bárki. Ezeket az ülnököket, erre fontos ennek kitérni, hogyan választották ki, hogyan kerültek ebbe a pozícióba? Itt jön a dolognak a lényege.
ezeknek az embereknek a döntő hányada kizárólag párt megbízás alapján, a párt által az illetékes, a Budapest esetében kerületi párbizottságok, kiemelkedő vállalati párbizottságok által, budapesti párbizottság által javasolt, megbízható elvtársak voltak. Vidéken ugyanez volt a helyzet. Tehát magyarra fordítva a hatalom az ő kezükbe adta a döntésnek a jogkörét. És hogy annak idén a 45 utáni népbíróságra azt mondták, hogy pártbíróságok, ugyanez volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy itt egy párt volt már csak, a Magyar Szocialista Munkáspárt. És azt a politikát, amit a párt illetékes fórumai, PB, KB, titkárság, stb. Karöltve más szervekkel megfogalmazott, na ők váltották apró pénzre. Őrsi nem úr. A tanácsvezetők védelmében mondom még egyszer, de ez a valós történet. Hát Tibor ehhez sokkal jobban ért, mint én, úgyhogy nem nagyon szállnék a vitába, hát az kétségtelen, hogy az ünnökök azok valóban a sokkal kisebb szakmai háttérrel is rendelkeztek, tehát például aki előbb említett ügyvéd, itt volt a ügyvéd Kardos János, ugyanebben az iratában ő rájuk panaszolt legjobban, hogy ilyen szörnyű, ők azok, akik ilyen ítéletekben mennyire nagy a felelősségük, tehát inkább aláttam azt mondanám ebben Tibort, tehát mondom, hogy jogtörténetben sokkal. És ha már vérbírák, akkor ha van egy igazán emblematikus alakja a megtorlások bírójának, akkor az Vida Ferenc. Nagy Imre és társai perével együtt 20 embert ítélt halálra a forradalomban véghez vitt tevékenységük miatt. A következőkben egy interjú részletet elevenítünk fel vele, melyet halála előtt egy évvel adott a Magyar Rádió munkatársának, Boranics Péternek. Aki rossz hiszemű, aki áruló, aki összejátszik az ellenséggel, és aki nagyon tudatosan és nagyon következetesen harcol a szocializmus ellen, azt halálra kell ítélni. Én nagyon jól tudom, hogy a magam elsőfokú, rendkívül kevés rutinjával bizonyos, hogy néhány eljárási szabályt megsértettem. Meg vagyok győződve róla, hogy ha jól keresnek, sok minden hibát, hiányosságot találnak az ítéletembe. Én a legtisztább lelkismerettel ítélkeztem. Én nem úgy éreztem, és nem úgy gyakoroltam a bírói hivatást, hogy ez hatalom, hanem ez szolgálat. Ma 1989-ben Nagy Imrét halálra ítélni? Ma is elítélem. Az, hogy halálra ítélném-e, azt nem állítom. Nagyon-nagyon elszaladt az időnk, jót beszélgettünk, úgyhogy... Tényleg röviden, lehetőleg egy-egy összefoglalt, összetett mondatban a megtorlások egészéről, esetleg összefoglalva a vérbírák ügyeivel, mi a véleményük? Hát nekünk a Tucsek volt a bírunk. Előtte a Nyilas számvevőszék bírája volt, és a legtöbb halálos ítéletet hozta. Pontosan a tárgyalásunkon történt az, hogy a Tóth Jóska megverte őt. Pillanatok alatt föntermett az a pulpitus tetején, és kiosztotta az ülnököt is, meg a bírót is. Ugyanis nem voltak hajlandók a hamis tanukon kívül meghallgatni azokat a tanúit, akik tanúsították volna, hogy 30-án éjjel indultak föl élelmiszerkocsival Pestre. Tehát azt mondták, hogy a Köztársaság téren volt, nem igaz. És fölakasztották. És főleg azért, mert amikor letartóztatták, akkor már a feleség az első gyermekével állt. Köszönjük szépen, és akkor végszóként a történészektől egy tényleg valóban rövid 2 percünk maradt az egész adásból. Én úgy gondolom, röviden összefoglalva, az, amit kádári megtorlás alatt a halálos ítéleteket tekintve 56. decemberétől 61. június végéig és augusztusig végrehajtásig ismerünk, az minden korábbi ilyen exekúciós történeten túlmutat. Az a 26 ezer elítélt, 13 ezer internált, munkájától megfosztott, munkalehetőségétől megfosztott ember története egyetlen egyről szól, családoknak a történetéről és arról a csendről,
amelyik ezt a megtorlást követte. Őrsi úr. Tucsek ügyében együttértük májával, most tényleg hatása alatt, amit a Vida mondott, az jutott eszembe, hogy azért amikor Szilágyi József ellen külön perben azért nagyon, nagyon látszott, hogy mennyire nem mond igazat itt, hogy csak teljes lelkismeretére volt ez bízva, teljesen világos, hogy ez egy kidolgozott megtorlásnak folyamata volt, és semmit nem tudott, Szilágyi József támadásával szemben teljesen képtelen volt védekezni. Vendégeinknek köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, a konszenzusra talán nem is tudtunk jutni, de egy jót beszélgettünk, ami remélem a nézőinknek is örömére szolgált. Az Ez itt a kérdést látták. A műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve holnap este is várjuk megtisztelő figyelmüket. Jó éjszakát kívánok!